Igen, ennyi. Sziasztok, Matilda vagyok, és mindjárt itt az év vége, úgyhogy ebben a videóban most mesélek nektek a 2019-es terveimről, mind olvasás terén, meg kicsit másról is. De leginkább a könyves részére fogok fókuszálni. Egyébként összeszedtem néhány dolgot, és teljes összevisszaság van benne, úgyhogy nincs rendszerezve, hogy egyáltalán, úgyhogy csak így össze-vissza, ami éppen jön, azt fogom mondani. Az első dolog, amit nagyon szeretnék jövőre megcsinálni, hogy újra végigolvasom az Így neveld a sárkányodat sorozatot, ami 12 könyvet jelent, ugyanis február elején jön az utolsó Így neveld a sárkányodat film, és nagyon szeretném újraolvasni még előtte a sorozatot, amit nem fogok megcsinálni, mert az túl sok lenne. De mondjuk egy havonta egy Így neveld a sárkányodat könyvet szeretnék elolvasni. Már csak azért is, hogy utána meg közben jobban lássam, hogy igazából az Így neveld a sárkányodat filmekben milyen kis részleteket vettek át a könyvből a filmbe, mert hát ugye a film meg a könyv tökre különbözik. És jelen pillanatban félek, hogy az Így neveld a sárkányodat film úgy fog végződni, mint a könyv. És nagyon kíváncsi vagyok már. Úgyhogy igazából azt is szeretném 2019-ben, hogy megnézhessem az Így neveld a sárkányodat 3-at. A másik könyv, amit nagyon ki kellene olvasnom, az a tűzérség világa, ez itt van. Itt van. Ezt elkezdtem egyszer, eljutottam egy pár oldalig benne, de nem jutottam tovább, mert úgy voltam, hogy majd kiolvasom a... Mi a nevét? Trónok harcát, de hát azzal... Az még nem lesz meg, úgyhogy akkor legalább ezt megpróbálom majd elolvasni, ugyanis azt is szeretném, hogy jövőre elolvassam az összes maradék könyvet, ami a polcomon van, és még nem olvastam. Ez nagyjából 5 könyvet jelent, szóval talán nem lesz olyan nehéz teljesítenem ezt a célkitűzésemet. És minden év elején be lehet állítani Goodreads-en, hogy hány könyvet szeretnénk az adott évben elolvasni, és én jövőre 40 könyvet fogok ismételten beállítani. Idén is 40 könyv volt a célom, és jövőre is az lesz, és remélem, valószínűleg teljesíteni is fogom tudni, mert addig úgyse nyugszom, amíg nem olvasok el legalább 40 könyvet. YouTube-ra vonatkozóan a terveim igazából azok, hogy továbbra is tudjak gyártani legalább hetente egy videót, de hát a kettő az ideális, azt lenne a legjobb tényleg tartani, ami most is a rendszer, hogy minden szerdán és szombaton menjen ki az új videó, és ezt csinálni, ameddig erőm van rá. Úgyhogy még szeretném sokáig csinálni a YouTube-ot, mert nagyon szeretem csinálni a YouTube-ot. 2019-es tervem még, hogy szerezzek egy saját kamerát, és ne a nővéremet kelljen minden egyes alkalommal nyúznom, amikor új videót szeretnék felvenni. Írás terén is vannak terveim. Először is szeretném jövőre befejezni azt a könyvet, amit jelen pillanatban írok, tehát van a Csikó, aki tűzben született sorozatom, az megírva megvan. Most elkezdtem egy újat, és annak jelen pillanatban a második részét írom, és nagyon beszeretném végre fejezni, mert mostanában nem volt időm nagyon írni, úgyhogy most végre szeretnék arra is visszatérni, mert kezdenek írás elvonási tüneteim lenni, úgyhogy most már írni akarok. Nagyon. Ilyen ehhez kapcsolódóan még szeretném véghez vinni, hogy az ötödik utolsó könyvét a Csikó, aki tűzben születettnek kijavítani, amennyire csak tudom, és elkészíteni hozzá az illusztrációkat, és akkor az is kész lesz. Plusz szeretném, hogyha a negyedik könyv is megjelenne jövőre, ami valószínűleg meg fog történni, úgy nagyjából az év elején. Könyvvásárlás terén kicsit elmaradtam a Rick Riordan könyveknek a beszerzésében, van kettő. Van egy Magnus Chase and the Gods of Asgard kiegészítőkötet és egy Kane Chronicles kiegészítőkötet, amit nagyon meg szeretnék venni. És jelentek meg a Rick Riordan Presents-ből is, vagy hát 3-4 könyv tutira jelent meg idén abból, és így azokkal is el vagyok maradva, szóval azokat is jó lenne beszerezni, de azért a maga Rick Riordan által írt könyvek prioritást élveznek a másikakkal szembe, szóval először mindenféleképpen a Rick Riordan könyveket szeretném megszerezni, hogy a Rick Riordan gyűjteményem az teljes legyen, bár amennyire a
regények terén, mert vannak még az illusztrált képregények, de az annyira nem érdekel. És az utolsó céljaim azok a jövő május-júniusra vonatkoznak leginkább, mert egyrészt szeretném túlélni az emelt magyar faktomat, de úgy érzem, jó úton haladok, kezdek hozzászokni. Másrészt szeretném túlélni az érettségit is, de azt is túl fogom élni. És ehhez kapcsolódik az, hogy nem is az, hogy szeretném, de el kellene olvasni minden kötelezőt, ami az emelt szóbeli magyar érettségin kérdés, mert azt nem ártana. Ebből egyet már olvastam, úgyhogy tök jól állok. És ennyi. Mindent elmondtam, azt hittem volt még pont, de igen. Nagyjából ezek lennének az én 2019-es terveim. Hogyha nektek is lenne valami tervetek, esetleg, hogy hány könyvet szeretnétek jövőre elolvasni, vagy egy bizonyos könyv, amit el szeretnétek olvasni, vagy tényleg akármi, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!